Követik ezt a csatornát azok számára, ez valószínűleg nem lesz újdonság, amiről szó lesz ebben a videóban, de fontosnak tartottam, hogy összegyűjtsem legalábbis, megpróbáljam összegyűjteni a legfontosabb verseket, amikből kiderül, hogy a Tora, a mindenható instrukciói mindig is mindenkire vonatkozott, akik az ő gyermekei szerettek volna lenni. És tudom, hogy, hogy már számtalanszor volt szó erről, azonban szerintem érdekes lesz látni azt, amikor ezeket a parancsolatokat felolvassuk, hogy egy törvény vonatkozik mindenkire, aki az ő szövetségébe akar tartozni. Kezdjük egyből jelenések könyve, Higalú. 14-es fejezete, ahol egyértelmű lesz az, hogy mit kell annak tennie, aki ebben a szövetségben benne akar lenni, illetve be akar kerülni a királyságba. Ugye az első vers azokról szól, akik a fenevad bélyegét választották, és így szól, és az ő kínlódásoknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és a valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Erről is volt szó, hogy mi a fenevad bélyege, többször is már én javaslom azokat a videókat, elég egyértelmű. 12-es azonban fontosabb ennél. Itt van a szenteknek békességes tűrés. A szentek azok, akik elkülönülnek a világtól. A szent maga ez jelenti, hogy kihívott, kívülálló, elkülönült, elválasztott. Ezért mondja hogy legyetek szentek, ahogy a mennyi atyátok is szent. Kívülálló más, mint a világ. Itt, akik megtartják Elohim parancsolatait és Jahusa hitét. Mindvégig az egész könyvben ugyanaz az üzenet. Elohim parancsolatai és a megváltó hite. Hit és engedelmesség. Ez az, ahogyan az ember eljut a királyságba. És hallék az égből a szózatot, amely ezt mondja vala nékem, írd meg boldogok a halottak, akik a huában hallnak meg mostantól fogva bizony, azt mondja a lélek a ruak, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedetei követik őket. Azért, mert a hit cselekedetekben nyilvánul meg, és azok alapján íteltetik meg az ember a tora, az instrukciók, illetve a megváltóba vetett hit és az ő áldozatának elfogadása. Ez a kettő együtt jelenti azt, hogy az ember kihívott a világból, elkülönült a világtól, úgyne, úgymond szent. Ez is számtalan szerepelt már, ez is jelenése könyvet, ez 12-es fejezet, ez pedig arról szól, hogy 17-es vers erre a sárkány, ugye ez maga az ellenség és a tán, Nagyon megharagudott az asszonyra, az asszony ugye a kihívottak maguk a szentek, és elment, hogy háborút indítson az asszony többi gyermeke ellen. Kik az asszony többi gyermekei? Azok ellen, akik megtartják Elohim parancsait, a torát, az instrukcióit, és a húsáról tanúskodnak. Parancsolatok és a hit együtt dolgozik. Ezek azok, akiket gyűlöl az ellenség, hiszen azt csinálják, amit sem ő, sem a világ nagy része nem tudott megtenni. És azért kezdtem a Pridkádosával, az Új Szövetséggel, hogy mindenki látassa azt, hogy ebben is arról van szó, hogy mindazok, akik megtartották a parancsolatokat, a torát, és akiknek megvolt a megváltóba vetett hit, ezek azok akikkel az úgymond apostolok, a tanítványok foglalkoztak, akiket tanítottak. Sem a Yahudim, az úgynevezett zsidók, nem, akik nem hittek, sem pedig a pogányok, akik nem tartottak meg semmiféle parancsolatot, nem tartoztak ebbe a körbe. Az, akinek mindkettő megvolt. Erre egy nagyszerű példa, apostolok 13, szerintem erről is volt szó, 13-as vers. Elhajózván pedig Páfusból Saul és kísérői Pergába, Pamfiliának városába menének. Jökönön János azonban elválván tőlük megtére Jeruzsálembe. Ők pedig Pergából tovább méne eljutának Antiókiába, Pisidiának városába bemenvén szombat napon a zsinagógába leülének. Az apostolok, a tanítványok is szombaton jártak a a zsinagógába, és akkor volt a gyülekezet napja. Azért, mert ez a törvény. És a törvénynek és a profétáknak felolvasása után küldének a zsinagógának előjárói őhozzájuk mondván, atyánk fiai, férfiak, ha van valami intőbb beszéltek a néphez, szóljatok. A törvényeket és a profétákat olvasták fel. A szombatnapon a tanítványok. És Saul. Úgyhogy ugyanezt történt, mint ami történt Izraelben a népben, tanították az embereket, illetve a hit kialakult, hiszen a hit hallásban van hallás, pedig Elohim igéje által rómaiakhoz 10-17. Ezért kell, hogy felolvassák Elohim törvényét és a profétákat a szombatnapon, hiszen ők a törvényt betartva tanítják az embereket, hogy a hitük megjöjjön azoknak. Saul ezért felkelvén kezével, intvén mondta, Izraelnek fiai, azok, akik az ő testvére, a vér szerintiek, és ti, kik félitek Elohimet, halljátok meg! Mindazok, akik a szövetséghez akartak tartozni, ott voltak a szombatnapon, és tanulták a törvényeket, és a profétákat, a törvény szerint. Izrael férfiai, és ti, kik félitek Elohimet halljátok meg, akik félik, mind ott voltak. Nem csak a vér szerinti Izrael, hanem mindazok, akik félik. Ennek a népnek, Izraelnek hatalmassága kiválasztotta a mi atyáinkat, és en népet fölemelte, mikor Egyiptomnak földében jövevények valának, és onnét kihozzá őket hatalmas karjálta. Elohim az, aki kiválasztotta a vér szerinti Izraelt, és mindenki, aki hozzájuk csatlakozni akart, és egy népét tette, és kijöttek Egyiptomból, hiszen emlékszünk arra, hogy egy elegy nép, mindenféle emberek jött ki Egyiptomból már akkor. Ez pedig második Mózes 12, Semot 12. Sokan, akik nem tartoztak Izrael közösségéhez, szintén velük mentek, meg rengeteg jószág is, marhák jó kecskék, egyéb háziállatok sokan, akik nem tartoztak Izrael közösségéhez, mind elhagyták Egyiptomot velük együtt, ugyanúgy, ahogy itt ott voltak velük a zsinagógában, hiszen azok voltak itt, akik csatolták magukat a mindenható szövetségéhez, Izrael, illetve mindazok, akik hisznek. És közel 40 esztendőnek ideig tűrte az ő erkölcsöket a pusztában, és minek utána eltörölt hét népet Kánán földén, azoknak földöket, sorsot és álta elosztál nékik, ugye ez azok, akik bejutottak a területre. És azután, mint egy 400 esztendeig adott bírákat, mint Sámuel profétáig. Stb. stb. Nézzük meg azt, ugye elmondja, hogy János Jehukanon ja, elérkezett Jehusach ja, a megváltó előtt, és e ezt írja Jánosra. És mikor be akará végezni Jehukanon ja, János az ő tisztét, mondta, kinek gondoltak engem? nem én vagyok az, hanem ímé én utánam jő, kinek nem vagyok méltó megoldani lábainak saruját. Ez ugye, hogy a másiákról beszél, hogy nem ő az a proféta, hanem majd eljön. 26 os az érdekes. Atyám fiai, férfiak, Ábrahám nemzetének fiai, ismét megszólítja őket ugyanúgy, most nem Izraelnek hívja, hanem Ábrahám nemzetének fiai, a vér szerinti izraeliták, és kik tik köztetek félik Elohimet, ez üdvösségnek beszéde néktek küldetett. A vér szerintiek, azok, akik a mindenhatót félik, és hozzájuk csatlakoztak, azoknak az üdvösség beszéde elküldetett, és az pedig nem más, mint a törvénynek és a profétáknak a felolvasása. Ez az üdvösség beszéde. 27. Mert akik lakoznak Jeruzsálemben, és azoknak fejei, mivel hogy őt fel nem ismerték a jahudím, a zsidók idézőjelben, a profétáknak szavait is, melyeket minden szombaton felolvasnak ítéletükkel betölt. Biztos vagyok benne, hogy aki igazán akarja, megérti azt, amiről szó van mindazok, ott voltak szombaton, felolvasták az üdvöségnek a beszédét, ami a törvény és a proféták, ugyanúgy Ábrahám nemzetsége, ahogyan azok, akik csatlakoztak hozzájuk, akik félik a mindenható. De hogy is lehetne másként, mint azok, akik engedelmesek és megvan a hitük, azok azok, akik a szövetséghez tartoznak, mikor maga a megváltó is az egész világért jött, nem pedig csak az ő népért. A ja, Hukanon János első fejezet 29-es, más plátája Hukanon János, Jehusát, ő hozzá menni és mondta, Ímé Elohimnek a e Elohim báránya, aki elveszi a világ bűneit. Az egész világért jött. Úgyhogy hogyan lehetne az, hogy a világ egyik fele azután, hogy eljött, próbálja a parancsolatokat betartani, a másik fele meg él ugyanúgy, mint ahogy előtte élt. Sehogy. Ez pedig egy János Jehokanom kettő, ahol is így szól. Ez az első vers én fiacskáim, ezeket írom néktek. Ez ugye a mindazokra vonatkozik, akikről eddig szó volt. Hogy ne védkezzetek egy János 3-4 a bűn, a törvények megszegése a törvénytelenség. És ha valaki védkezik, vagy szószól, van szószólunk az atyánál, az igazi húsak másiák arra figyelmeztet, hogy ne védkezzetek, de amennyiben mégis megtörténik, hiszen emberek vagyunk és tudatlanok és gyengék, abban az esetben van szó, szólunk az atyának, aki a húsak, a másik. Nem arról van szó, hogy azt csinálunk, amit akarunk, és akkor az majd mind folyamatosan eltörlődik csak azért, mert ő eljött és ezt eltörölte. Arról van szó, hogy ne védkezzetek, de ha valaki védkezik, akkor arra az esetre van egy szószónk. És ő az engesztelő áldozat a mi védkeinkért. Ugye ez a, a fiacskáim, ez maga az ő testvére a vér szerinti nép. Ezért mondja, hogy fiacskáim, hogy, hogy áldozat a mi védkeinkért. De nem csak a mieinkért, hanem az egész világért is. Nem csak a saját gyaihoz beszélt hanem az egész világon mindazokhoz, akikről már olvastuk. Ezért mondja, hogy fiacskáim, az ő vérszerinti rokonai, illetve hát leszármazottak, ez az engeszerű áldozat, Jehusha ha az ő védkeiket, és az egész világért. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, hogy megismertük nem csak a megváltozt, hanem a teremtőt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Hogy lehet ennél egyértelműbben elmondani azt, hogy miről van szó? Ne védkezz, mert a bűn, aki bűn cseleksz, az törvénytelenséget cselekszik, a bűn pedig törvénytelenség. Egy -e a János 3-4 egy később. Ne védkezzetek, ha valaki mégis törvénytelenséget cselekszik, azaz bűnt követel, azaz nem tartja be a törvényt, tudatlanul és gyengesége miatt, akkor van egy szószóló az atyának, aki Jakusak a másját. Nem az atya maga, aki két személy vagy két ö, személyiség, hanem van egy egy szószólónk az atyánál. Ő az engesztelő áldozat a mi védkeinkért, azaz az ő népért, illetve az egész világért azok, akik csatlakoztak azáltal, hogy úgy élnek, hogy az ő parancsolatait megtartják. Probléma az, hogy mindazok, akik nem foglalkoznak már a tanákkal, az úgynevezett, az úgymond ószövetséggel, azok ezekről a dolgokról lemaradnak, amik most következnek. Hiszen Ezekiel el 47-es fejezetben elmagyarázza azt, hogy mi fog történni az utolsó időkben, amikor már a nép, a teremtő népe a saját földjén foglalkozni. Tehát ez nem egy már megtörtént esemény, hanem egy jövőbeni esemény. Arra hívnám fel a figyelmét mindenkinek, hogy, hogy koncentráljon a jövővényeket természetesen. Így kezdődik, és visszatérít engem a ház ajtajához, és ímé víz jö valaki a ház küszöbe alól napkelet felé, mert a ház eleje kelet felé vala, és a víz alá foly vala a ház jobb oldala alól az oltártól délre ez ugye, csak azért olvastam fel ezt a részt, hogy mindenki értse, hogy ez egy jövőbeni profécia. Hármasos, mikor kiméne az a férfiú napkelet felé, mérő a kezében, mére ezer singet, és átvitt engem a vizen a víz bokáig ér vala. Ugye ez egy látomás, ez egy így mutatja meg a mindenható azt, ami történni fog. Hatosos! és mondanékem, láttad én embernek fia, és visszavezete engem a folyópartján, és akkor visszatértem, ími a folyópartján, igen sok fa van mindkét felől. És mondanékem, ez a víz a keleti tájékra foly, és a lapácra megyen alá, tengerbe megyem be, a tengerbe szakad, és meggyógyul a víz. És lészen, hogy minden élő állat mennyűzsög valahova e folyam bemegyen, élni fog, és a halaknak nagy bőségük lészen, mert ez a víz bement oda, és meggyógyulnak azok, és él minden valahova e folyó belement. Én remélem, hogy egyértelmű az, ami, amiről a teremtő beszél. És mondta Jehua Elohim, ez a határ, amely szent örökségül osszátok el magatok közt a földet Izrael 12 törzsöke szerint. Józsefnek két örökséget és vegyétek azt örökségül minyán egyenlően, mivel hogy fölemeltem kezemet, hogy atyáitoknak adom azt. Tehát essék néktek ez a föld örökségül. Ez ugye az ígéret földje, amit leírt, illetve le fog írni most, hogy mik a határai. Ezt most nem fogjuk felolvasni délen, keleten, nyugaton, északon, és... 21-es és osszátok el ezt a földet magatok közt Izrael nemzetségei szerint. 22. és legyen, hogy sorsvetéssel osszátok el magatok közt, és a jövővények közt, akik közöttetek, lakoznak, akik közöttetek fiakat, nemzetek, és úgy tartsátok őket, mint aki ott született az Izrael fiai között, veletek együtt sorsvetéssel legyen örökségű Izrael nemzetségei között. És úgy legyen, hogy amely nemzetséggel lakozik a jövővény, ott adjátok ki az ő örökségét, ezt mondja a Elohim. Akkor valaki azt gondolja, hogy, hogy az, az izraeliták, azok ott próbálják fogal körömmel tartani a, a, törvényeket, meg közte ott laknak a jövővények, akik meg sonkát esznek, meg, meg a karácsonyfa körül táncolnak, meg a húsvéti nyulat locsolják, vagy mit, mit, mit csinálnak ott. Mert azt nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy, hogy ez valahogy így lesz. De nem is kell elhinni egyébként nekem, hiszen Zikiel 14-es fejezetben leírja ezt. Ezek ok ez okáért szólj velük és mondjad nékik, ezt mondja a Elohim, ha valaki Izrael házából báványait szívébe fölveszi, és védkének botránkozását teszi orcáj és megy a profétához, én, jahua felelek meg annak, én magam által báványainak sokasága miatt. Ez ugye maga a nép, a vérszerinti izraelitákra vonatkozik, és a bálvány imádása. Ugye maga a bálvány, akkoriban sokkal, sokkal közvetlenebbül azt jelentette, amire gondolunk, hogy egy faragott kép, vagy egy faragott szobor. Ma ez átalakul, ugyanúgy lehet egy úgymond sztár, egy, egy telep, vagy egy, vagy egy szobor, vagy egy bármelyik vallásnak az úgymond Istene, beleértve a kereszténységet is természetesen, vagy a pénz, vagy egy, egy ember, ez mind-mind bálvány. Igazából nem is ez a lényeg, hogy ötös, hogy megragadjam Izrael házát az ő szívökben, akik elfordultat tőlem báványaik miatt minnyájan. Ez okáért mondjad Izrael házának, ezt mondja ahol Elohim, térjetek meg, és forduljatok el báványaitoktól, és minden utálatosságotoktól fordítsátok el orcátokat ugye ez Izrael háza. Mert ha valaki az Izrael házából és a jövővények közül, akik Izraelben laknak, elhajlik tőlem, és az ő báványait veszi föl szívébe. És védkének botránkozását teszi orcáj elé, és megyen a profétához, hogy ezt tanácsot kérjen őnéki, én tőlem, én a felelek meg annak, én magam által és ellene fordítom orcámat annak a férfiúnak, és vetem őt jegyül, és közbeszédül, és kiírtom népen közül, és megtudjátok, hogy én vagyok Jahua. Úgyhogy ez elég egyértelmű kell, hogy legyen mindenki számára, hogy amennyiben az áldás, azaz az örökség közös, ugyanúgy az odavezető út is közös kell, hogy legyen. De egyébként ezt egyértelművé is tettek, azt hiszem. Hiszen akár Izrael házából, akár a jövevények közül Bárki, aki elhajlik tőle az ő útjától, az ő toráját, az instrukcióitól, és az ő báványait veszi a szívébe, a saját maga által kitalált báványokat és hatalmaságot vagy isteneket, annak ő fog megfelelni a és kiírtja azt az ő népe közül. Érdekes az is, hogy az ő népének hívja mindazt, aki Izrael házából való, és a jövevények közül, akik Izraelben laknak. Így szól, hogy kiírtom a népem közül. Egy nép van. Nem kettő, akire két külön törvényrendszer vonatkozik, meg, meg mit tudom én még mi. Tovább haladva ezen a vonalon, ugye Jehusa, az az 8-as fejezet, erről már volt szó, szóval korábban de nézzük meg gyorsan. Ez ugye, amikor Józsué elfoglalta Ai városát, és e, tulajdonképpen újra szövetséget köt a mindenhatóval. Nézzük, hogy mi az, ami történik. Majd oltárt építi Józsué a Huának, Izrael hatalmasságának Ebáhegyén. miképpen megparancsolta vala mosé Mózes, a Jahu szolgál Izrael fiainak. Ugye úgy építi az oltárt, ahogyan az meg volt parancsolva, amint megvan van írva Mózes törvényének könyvében, ahogyan azt a törvénykönyvében könyvében megírta oltárt, épp kövekből, melyeket vas nem érintett, és vivének arra egészen égő áldozatot Jakuának, és áldozának hála áldozatokat. Azon gondolkodtam, hogy ha azt mondja, hogy ahogyan Mózes megírta a törvénykönyvbe, épp kövekből, melyeket vas nem érintett, akkor vajon mit gondolnak azok, akik ma oltárokat építenek, hogy vajon különböző parancsolatok vonatkoznak rájuk, meg ránk, és hogy meggondolta magát, és már, már bármit lehet, vagy, vagy mégis mi az elképzelés. Nézzük azt, hogy mit csinálja Hussa, az az ezután. Épített egy oltárt, felírált kövekre Mózes törvényének mását, amelyet az írt vala Izrael fiai elé, ugye felírja a törvények másolatának kövekre. Ezután az egész Izrael pedig és az ővénei vezérei és bírái ott állnak vala két a láda, a szövetség ládája mellett, a lévit a papok előtt, akik ki frid ládáját hordozták vala. Úgy a jövevény, mint a benszülött. Mit mond? Egész Izrael ott áll, úgy a jövevény, mint a benszülött. Egy a kettő, egy nép, erről beszél, egész Izrael ott áll, úgy a jövevény, mint a benszülött. Még egyszer, az egész Izrael úgy a jövevény, mint a benszülött. Fele a Garizim hegye felé, fele pedig Ebá hegye felé, amit megparancsolta Mosé Mózes, hogy huva szolgálja, hogy megáldaná az Izrael népét először az Izrael népe a jövevényből és a benszülöttből áll. Vajon akkor a jövevények ugyanúgy éltek, mint most, hogy majdnem mesztelenül volt mindenki az utcán, meg össze-vissza mindenféle kitalált ünnepeket, ünnepelt, meg úgy élt, ahogy akart, míg az izraeliták meg, meg próbálkoztak mindenféle parancsolatokat betartani? Mert én erősen kétlem azt. Mi történik ezután? megépíti az oltát, felírja a törvényeket a kövekre, felsorakozik mindenki, ezután pedig felolvasta a törvénynek minden igéjét, az áldást, és az átkot azért, mert a törvényel áldás is jön. Amennyiben az ember abban él, áldás kap, amennyiben nem, akkor meg átkot. Mind úgy, amint megvan írva a törvény könyvében. Ez ugye 5 Mózes Debelim 28, az áldás és az átok, akit érdekel, el tudja olvasni. Felolvasta. Nem volt egy ígesem azok közül, melyeket Mosé parancsolt vala, amelyet fel nem olvasott volna, hogy a Húsa József az Izrael egész gyülekezete előtt, még az asszonyok, gyermekek, jövevények előtt is, akik járnak vala közöttük. Izrael egész gyülekezete a jövevényeket is magába foglalta. Izrael, Izrael népe a jövevényeket is magába foglalta. Akik ott éltek, és úgy éltek, nem azért olvasta fel a törvény minden igényét, és megerősíti újra, hogy egyet sem hagyott ki azok közül. Nem az, hogy ezt már nem kell csinálni, vagy azt már nem kell csinálni, vagy ez már így van, vagy az már úgy van, meg a, meg a pogányok majd így, meg, meg ők, meg majd amúgy. Az egészet felolvasta, megerősíti másodjára is, hogy mindet felolvasta, egyet sem hagyott ki, és mindenki ott volt aki, akit érdekelt a dolog, az ott maradt, akit meg nem, az meg ment, amerre látott. Nézzük meg, mit ír erről 5 Mózes Leberim 31-es fejezet. Mikor eljön az egész Izrael, hogy megjelenjék Jahua előtt, a te hatalmasságod előtt, azon a helyen, amelyet kiválaszt, olvasd fel e törvényt az egész Izrael előtt a fülök hallására. Ez ugye Mosé Mózes adja tanácsot Jahusának. 12. Gyűjtsd egybe a néped, férfiakat, asszonyokat, kicsinyeket, és a te jövevényedet, aki a te kapuidon belül van. Mert ez az egész nép. A férfi, az asszony, a kicsi, a jövevény. Ez egy nép. Hogy hallják, és tanuljanak. Ugyanúgy, ahogy apostolok cselekedeteiben mondja Saul, hogy szombaton felolvasták a törvényt és a profétákat azért, mert ez volt az üdvösségre való beszéd ugyanúgy itt is ez az üdvességre való beszéd, ez a jó hír, mindvégig ez volt az evangélium. És féljék a huát a ti hatalmaságotokat, és tartsák meg, és teljesítsék a törvénynek minden igéjét. Tartsák meg, és teljesítsék a törvény minden igéjét. Mindenki. És az ő fiaik is, akik nem tudják még, hallják és tanulják meg, hogy a huát a ti hatalmaságotokat kell félni mindaddig, amíg éltek azon a földön, amelyre átkeltek a Jordán, hogy bírjátok azt. Nézzük meg 5 Mózes Teberim 26 fejezetet, ahol érdekes az, hogy bár a szövetség az Ábrahám, Izsák és Jákob szövetsége, a későbbi ugye Héber Izraeliták ki, azonban Jehuha soha nem felejtkezett meg arról, hogy mindenki, aki a parancsolatok szerint él, és az hitből cselekszi, az hozzácsatlakozhat ehhez a szövetséget. Azonban aki nem így él, vagy az egyik, vagy a másik hiányzik, az ö, soha nem volt része ennek a szövetségnek, akár izraelit, a akár nem. 5 Mózes, Leberim 26, így kezdődik. Mikor pedig bemegy arra a földre, amelyet, ha ja, húad te hatalmaságot, árnéket, és bírni fogod azt, és lakozol abban, akkor végy a föld minden gyümölcsének zsengéjéből, ez ugye az első ö, gyümölcsök tulajdonképpen, amelyet szerez a te földedből, melyet a ja, hua te hatalmaságot átnéked, és ted kosárba, menj oda a helyre, melyet kiválasztja a hua te hatalmaságot, hogy ott lakozzék az ő neve. Elmegy oda, utána, és menj be a paphoz, aki abban az időben lesz, és mondjad néki, vallást teszek majd a hu előtt, a te hatalmaságod előtt, hogy bejöttem a földre, amely felől megesküdött Jehova mi atyáinknak, hogy nékünk adja. Leugrunk a 11-es fejezvershez. Sico, és örömet találj mindabban a jóban, amelyet négeri a hua, a te hatalmaságod és a te házad népének, te és a lévita és a jövevény, aki te közötted van. Örömet találjon mindenki abban, amit Jehova ad az engedelmességet és az alázatért cserébe. A harmadik esztendőben, a tizednek esztendeiben minden természetből egészen megadod a tizedet, és adod a lévitának, a jövevénynek, az árvának, az özvegynek, hogy egyenek a te kapuit között, és jól lakjanak, akkor ezt mondja, hogy a előtte, te hatalmaságod előtt kitakarítottam a szent részt a házból, és odaadtam azt a lévitának, a jövevénynek, az árvának, az özvegynek, minden te parancsolatod szerint, amelyet parancsoltál nékem, nem hágtam át egyet sem a te parancsolataidból, sem ellen felejtettem. Azok számára pedig, akik azt gondolják, hogy, hogy, már most a szívünkben van, aztán mi úgy élünk, meg, meg ő elfogad, meg kegyelmet ad, meg, meg Jézus majd meg megbocsátja, meg, meg ilyen-olyan dolg. Semmi nem változott ugyanúgy, akkor is azt mondta, mint amit most. 16-os és így szó. E mai napon, hogy a te hatalmaságot parancsolja néked, hogy a rendelések, végzések szerint cselekedjél, úgy éljél, tartsd meg azért, és cselekedjél azokat teljes szívedből, teljes lelkedből. Ugyanazt kérte ott, mint amit kér a brit az új, nem, az új szövetségben. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. mind az izraelita, mind a jövevény. Következő 5 Mózes Deberim 16-os fejezet lesz. Ez az ünnepek miatt érdekes, szerintem mindenki számára. Ugye ez a kovászlan kenyér ünnepe, ami gyakorlatilag most van, ma van az első nap, és a végétől számítva 7-7-50 nap a hetek ünnepe, Lényeg azonban ez tízeses, és tarts hetek ünnepét a huának a te hatalmasságodnak, nem a zsidóknak, nem Mózesnek, hanem a huának a te hatalmasságodnak tartod ez a te kezednek szabad akarat szerint való adományával, amelyet ahhoz képest adj, amint megáldott téged a húa a te hatalmasságot. És örvendez, a örvendez a te hatalmasságodnak szín előtt, te, a te fiad, lányod, szolgált szolgáló lányod, a lévita, aki te, köz, te kapuidon belül van, és a jövevény, az árva, az őzvegy, akik, a te, akik te közötted vannak azon a helyen, melyet kiválasztott a te hatalmasságot, hogy oda helyez az ő nevét. Ő sosem feledkezik el igazából senkiről, és aki figyelmesen olvassa ezt a könyvet, az elejétől a végéig, az rájön, hogy mindig is ugyanazt próbálta megértetni az emberekkel. Tora, instrukciók, plusz a hit egyenlő magával a szövetséggel. 12. És emlékezzél meg róla, hogy te is szolga voltál Egyiptomban, és tartsd meg, és teljesítsd a rendeléseket. Sátorok ünnepét hét napig tartsd, mikor begyűjtöd a termést te a szérüdről és sajtodról. És örvendezd a te ünnepeden, te és a te fiad, a te lányod, szolgálod, szolgálányod, a lévid, a jövevény, az árva és az özvegy, akik belől vannak a te kapuidon ha már a ünnepeknél tartunk, akkor nézzük meg az, a, a, nagy napot, ugye ez a hetedik hónap, ez három mózes, a ikra, 16-os fejezet. Örökkévaló rendtartás legyen ez nálatok a hetedik hónapban, a hónap tizedikén, sanyagassátok meg magatokat, és semmi munkát ne végezzetek, se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény, mert ezen a napon engesztelés lesz, értetek, hogy a titeket minden bűnötöktől, megtisztultak Jakóa előtt, se a benszülött, se a közöttedek tartózkodó jövevény, ugyanúgy, ahogy mindig, most sem feledkezett el a jövevényről. Ez pedig szintén az ünnepekről, ez Bamiba 4 mozes, 9, és ez a Páskáról szól, és a tizámosos as így szól, amely ember pedig tiszta, vagy nincs útban, ugye a tiszta, az, aki, a, aki halotta kerül kapcsolatba, az nem tarthatja meg a Páskát, illetve a körülmetéletlen, illetve aki úton van és nincs, nem tud ugye valami okrán fogva részt venni ezen, és elmulasztja a páskát elkészíteni, tehát hogyha valaki tiszta és nincs útban, és elmulasztja, írtassuk ki az ilyen az ő népe közül, mert, az, mert a huának áldozatát nem vitte fel annak idejében, viselje az ilyen ember az ő bűnének teljét, aki ezt elmulasztja, az, az nem jó. Hogyha pedig a jövevény tartózkodik köztetek, és páskát készíti a huának, a páskának rendtartása szerint, és annak szertartásai szerint készítse azt a jövevény. Egy rendtartástok legyen néktek, mind a jövevénynek, mind a föld lakosának. Ugyanúgy vonatkoznak a, a szabályok mindenkire, aki részt akar venni a szövetségben. Akár jövevény, akár izraelita. Aki nem csinálja, az pedig nem részese, akár jövevény, akár izraelita. Ez pedig 4 Mózes 19, ugye ami bár 19-es, ami a vörös tehén áldozatról szól, a 9-es pedig, 9 vers így szól. Valamely tiszta ember pedig szedje fel annak a tehénnek hamvát, és helyezze el azt a táboron kívül tiszta helyre, hogy legyen az Izrael fia, fiai gyülekezetének szolgálatára a tisztulásnak vizéhez, bűnért való áldozat ez. Ez maga a tehén hamvai és az, aki felszedi a tehénnek hamvát, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvég, és legyen ez Izrael fiainak, és a köztök tartózkodó jövevénynek örök rendelésül. Továbbra is ezen az ünnep és áldozati vonalon haladva négy mozes, ami bár 15-ös fejezet, 14-es es Izo. Ha pedig jövevény tartozgódik nálatok, vagy lesz köztetek, a ti nemzetségeitek szerint, és kedves illatú tűzáldozatot készít Jahuának, amiképpen ti cselekeztek, aképpen cselekedjék, az is, azaz a jövevény is. A jövevényre ugyanaz vonatkozik, mint az izraelitára. Ó, község! Néktek és a jövevénynek egy rendtartástok legyen, örökkévaló törvény legyen a ti nemzetségeiteknél, hogy Jahua előtt olyan legyen a jövevény, mint ti! Egy törvényetek legyen, és egy szabályotok néktek, és a jövővénynek, amely közöttetek lakik. Ezt nem is hiszem, hogy különösebben magyarázni kell. Mindenki olvassa el néhányszor, és egyértelművé válik, hogy mi az üzenet. 22-es vers ugyanitt, és ha megtévejettek, azaz tévedésből, és nem cselekszitek meg minden parancsolatokat, amelyeket szólott valamelyik Huam Mósének, Mózesnek, mindazokat, amelyeket parancsolja Hua néktek Mózes Mózes által, aznaptól fogva, amelyen parancsolta azokat Jahua, és azután a ti nemzetségeiteknek és mindenkinek örökké. Aki részese akar lenni ennek a szövetségek, azokra vonatkoznak az instrukciókat, a tora, a parancsolatok. Onnatok kezdve, amikor kezdve az ember megkapta azt, azaz, amikor Mózesnek megadta a sínei hegyet. Akkor, hogyha a gyülekezet tudtán kívül esik a téved, és ha véletlenül valaki elkövette, vagy a gyülekezet, az egész gyülekezet áldozik egy fiatal tókat, egészen égő áldozatú, kedves illatúja Huának, és étel, ital áldozatot is hozzászokás szerint, és egy kecskebakot bűnért való áldozatú. Ugye a véletlen, szerűen elkövetett tudatlanságban elkövetett bűnről van szó. Nem arról, ha valaki tudja, és bűnben él. Ugyanúgy, ahogy ez mára is vonatkozik, ugye gyakorlással a megváltó maga az áldozat, mindenki, aki tudatlanságában, vagy gyengeségében véletlenül elkövet bűnt, azért ő e, jó esetben természetesen e, bocsánatot nyer a hite és a cselekedetei által. De nem arról van szó, hogy azt csinálja az ember, amit akar, és akkor a végén majd minden jó lesz. 24. Akkor, hogyha a gyülekezet tudtán kívül esik a tévedés, ugye erről volt szó, a kecskapakot feláldozák, és végezzen engesztelést, 25. a pap Izrael fiainak egész gyülekezetéért, és megbocsátatik nékik, mert tévedés volt az. Ők pedig vigyék be az ő áldozatjukat, tűz áldozatú és a bűnért való áldozatjukat Jahua elé a tévedéseket. 26. És megbocsátatik Izrael fiai egész gyülekezetének és a közöttök tartózkodó jövevények, mert az egész nép tévedésben volt. Mert a jövevény és Izrael fiai az egész nép. És a törvény nyilván mindenkire vonatkozott, hogyha mindenkinek meg kellett, hogy bocsásson. Ugyanúgy akkor, ahogyan most. 3.17, ugye, vagy ikra, 17.8-as vers így szó. Mondjad nékik ezt is valaki az Izrael házában vagy a köztök tartózkodó jövevények közül egészen égő áldozatot áldoz vagy véres áldozatot, és nem viszi azt a gyülekezet sátorának nyílásához, hogy elkészítse azt Jehuának, írtassék ki az ilyen ember az ő népe közül, mert Izrael háza és a köztük tartózkodó jövevény, aki a törvények szerint él, az számít a nép közé és ha valaki Izrael házából vagy a köztök tartózkodó jövevények közül valamiféle vért megeszik, kiontom haragomat az ellen, aki a vért megette, és kiírtam azt az ő népei közül. Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltára adtam azt néktek, hogy engesztelésű legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést. 12. Azért mondtam Izrael fiainak, egy lélek se egyék vért közületek, a köztek tartózkodó jövővény se egye meg a vért. És ha Izrael közü, fiai közül valaki, vagy a köztök tartózkodó jövevények közül vadászásban vadat vagy madarat fog, amely megehető, on csak ki vérét is vegye be azt földre. A jövevény és Izrael fia. Mert minden testnek élete az ő vére a benne levő élettel. 15, ha pedig valaki elhullott, vagy megszagadtott állatot eszik, akár benszülött, akár jövevény, mossa meg ruháit, és mosolyék meg vízben is tisztátalan legyen estvég azután tiszta. Hogyha meg nem mossa ruháit, sem testét le nem mossa az ő védségének terhét. Mind a jövevény, mind Izrael fia, ugyanaz a törvény vonatkozik rájuk. 3. vagy ikra 18 felsorolja a szexuális életre vonatkozó parancsolatokat, rendeléseket, instrukciókat, és az, hogy ki is a, számít a rokonságnak, illetve mik az elfogadható viselkedés formákja, hua szerint. Így fejezi be 26. Tartsátok meg azért a ti, rende, ti az én rendeléseimet és végzésemet, és ez utálatosságok közül semmit meg ne cselekedjetek, se a benszülött, se a köztetek tartózkodó jövevény. Ugyanúgy a benszülött, ahogyan a jövevény. Vajikra 3. És 19. 33-as vers így szó. Hogyha jövevény tartózkodik nálad, a ti földeteken ne nyomorgassátok őt, olyan legyen néktek a jövevény, aki nálatok tartózkodik, mintha közületek való benszülött volna, és szeresed azt, mint magadat, mert jövevények voltatok Egyiptom földjé, én vagyok a huati hatalmasságotok. Ne kövessetek el igaztalanságot az ítéletben, a hossz mértékben, a súly mértékben, az ő mértékben. Igaz, igaz, mérték, igaz font, igaz érfa, és igaz hín legyen közöttetek. Én vagyok, ahol a ti hatalmasságotok, meg kiosztalak titeket Egyiptom földjéről. Tartsátok meg azért minden rendelésemet és minden végzésemet, és cselekedjetek azok szerint, én vagyok Jahua. Tehát a jövevény olyan, mint a benszülött. Vajikra 3.24 egy érdekes helyzetet ír le. 10. Kiméne pedig egy izraeli asszonynak, izraelbeli asszonynak fia egy izraelita, aki egyiptomi férfi vala. Izraelita asszony, egyiptomi férfi, izrael fiai közé, és versengének a táborban az izraelbeli asszonynak fia és egy izraelbeli férfi. Ugye valamiféle e, probléma támad köztük. És káromlá az izraelbeli asszony fia Elohim nevét, és átkozódik. Elvévét az ők Móséhoz, az ő anyjának neve pedig Salomit, vala Tibrinek lánya Dán nemzetségéből. És őrizet alá azt, mi kijelentés nyerének jahua, akarat a akarata felől. Ugye Káromlást káromlás követ el, Elohim nevének káromlását, ami ugye egyrészt a tízpancsot részem része, másrészt egy bűn természetesen. És a lényeg az, hogy ő nem vérszerinti izraelita. Szóla azért hogy a Hua Mósének mondván, vidd ki az átkozódat a táboron kívül, és mindazok, akik hallották, tegyék rá kezéket annak fejére, és kövezze agyon azt az egész gyülekezet. Izrael fiainak pedig szója ezt mondván, ha valaki az ő hatalmasságának nevét átkozza, viselje az ő bűnének terhét, és aki szidalmazza, a Huának nevét halálal lakoljon, kövezze azt agyon az egész gyülekezet. Akár jövevény, akár benszülött, ha szidalmaz, hogy a, hú, a nevét halállal lakoljon. Hogyan lehet a nevét szidalmazni, ha nem is tudják az emberek ma Hanem mindenki uh, úr, meg Isten, meg mit tudom én micsodát használ. Ahhoz, hogy az ember káromlást kövessen el, tudnia kell a neve. És számára fontos a név ha még ezt nem láttátok, ezeket a videókat érdemes megnézni. Lényeg az, hogy nem lehet szidalmazni a nevét, ha nem tudjuk a nevét. Ha pedig, ugye ez a jövevény és a egy egyaránt vonatkozott, ha valaki agyonít valamely embert, halállal olyan, ha pedig barmot üt agyon, fizesse meg azt a barmot baromért. Ha valaki sérelmet fele felebarátján, amint ő cselekedett, vele is úgy cselekedjenek. Ugye ezt ismerjük, ezt a részt. 22. Egy törvény legyen nálatok, a jövevény olyan legyen, mint a benszülött, mert én vagyok Jehova, ti hatalmasságot a szól azért Mós Mósé Mózes Izrael fiainak, kivívék az átkozódót, táboron kívül agyonverék az kővel, és úgy cselekedének Izrael fiai, amint megparancsolta Jehova Mózesnek Mózesnek. A jövevény olyan legyen, mint a benszülött. Egy törvény vonatkozik, vonatkozott, és mindig is vonatkozni fog mindenkire, aki Jehova útját szeretné járni. Kovásszalan kenyér ünnepére vonatkozik, ugye sem ott II. Mózes 12, az első hónapban, 18-as vers. A hónapnak 14. napján estve egyetek, Kovászlan kenyet, a hónap 21. napjának estvéig. 19. 7 napon át ne találta Kovászati házaitokon, mert valaki Kovászosot eszik, az a lélek kiirtatik Izrael gyülekezetéből, akár jövevény, akár az ország szülöttje legyen. Ugyanúgy mindenkire vonatkozott, ez is, mint ahogy mindenki másra és mindegyik más törvény. Ugye 43-as, és mondja a Mósének, Mózesnek és Áronnak, ez a páska Egy idegen származású se egyik abból. Idegen az, aki nem követi ahua parancsolatait. Azonban 48, ha jövevény tartózkodik nálad, és páskát akarra készíteni a huának, metéltessék körül minden férfi és úgy foghat annak készítéséhez, és legyen olyan, mint az országnak szülötte egy körülmetéltes, se egyék abból. Egy törvénye legyen az ott születetnek, és a jövevénynek, akik közöttetek tartózkodik. Úgyhogy a lényeg az, hogy az ünnepek mindig is lesznek, mindig is voltak, és ugyanúgy vannak most is, ha amennyiben lesznek, és egyetlen körülmetéleten sem ehet abból, akkor ez azt a kérdés, hogy vajon ez szükséges a fizikai körülmetés, vagy sem, el is kellene, hogy döntse igazából mindenkinek. De a lényeg az, hogy egy törvény legyen az ott születettek, egy törvény a jövevénynek, aki közöttedek tartózkodik. Négy Mózesban mi bár 35-ös fejezet arról szól, a menedik városokról szól, ugye azok számára, akik véletlenül gyilkosságot követnek el, hogy megmeneküljenek a haragtól, így szól, 14-es vers. Három várost adjatok a Jordánon túl, és három várost adjatok a Kánán földjén, menedékvárosok legyenek azok Izrael fiainak, és a jövevénynek, és az ők közöttök lakozóknak menedékül legyen az a hat város, hogy odaszaladjon az, aki történetből öl meg valakit. Izrael fiainak, a jövevénynek, és az ő közöttök lakozónak. Izrael fiai és a jövevények alkotják Izrael népét, a közöttök lakozók pedig, akik ö, ott dolgoznak, szolgálnak, de nem a törvények szerint élnek. A lényeg az, hogy Izrael fiainak és a jövevények ugyanúgy ö, a három-három város, várost biztosítja a mindenható. És bár tisztában vagyok azzal, hogy ez egy folyamatosan visszatérő kérdés, és rengeteget beszéltünk már erről, gondoltam hasznos lesz, ha egy videóban megtalálhatóak azok a legfontosabb idézetek, amelyek arra utalnak, hogy illetve hát az bizonyítják gyakorlatilag, hogy egy törvény vonatkozik arra, aki izraelita vérszerít, és arra, aki hozzá csatolja magát ehhez a néphez. Ez volt mindig is a terv, ez volt az egész lényege. Egy néppel foglalkozik a teremtő, és az a nép elterjeszi a hitet az egész világon és mindenki, aki követi az instrukciókat a torán, és megvan a hite, az lesz a végén Gyakorú a népe. És nem pedig az, aki azt mondja, vagy valami valáshoz csatlakozik, vagy valami filozófiához, vagy bármihez is. Leírta, hogy mi az, amit elvár, mik az ő feltételei követelményrendszere, és aki hajlandó ezt alázattal fogadni és követni, az része ennek a csoportnak, aki nem, az pedig nem. Remélem, hogy hasznosak találtátok ezt a videót, és mindenki a legjobbakat kívánom. Halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem és még sok extra információt is találtuk itt. Mindenkinek a legjobbakat! Halleluja!